Napi 2-3 ezerrel több az autó a főúton az UDI kiterjesztése miatt. Ez derül ki az önkormányzat megbízásából készített forgalomszámlálásból. Részt vett Angela Merkel budapesti megbeszélésén. Ritter Imre a magyarországi németek parlamenti szószólójaként volt jelen a találkozón. És férjhez adták a mennyasszonyt. A kincskereső óvoda hagyományőrző programján népviseletbe öltözött gyerekek játszottak lakodalmast. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Naponta 2-3 ezerrel több autó halad át Budaörsön. Jó estét kívánok! Átlagosan 15%-kal nőtt a forgalom, igaz nem december óta, hanem két éve. Vannak viszont szakaszok, ahol 35%-kal többen autóznak. Ez az önkormányzat felméréséből derül ki. Ugyanaz a cég és ugyanazokon a pontokon végezte a forgalomszámlálást most, mint két évvel ezelőtt. Szerintük ennyi idő alatt csak 3-4%-os növekedés lenne elfogadható. Vagyis a nagyobb növekedés egyértelműen az autópályák bevezető szakaszának fizetőssé tétele miatt következett be. Wittinghoff Tamás polgármester sérelmezi, hogy a kormányfő próbaüzemnek nevezte a január 1-én bevezetett útdíjat az autópályák fővárosi szakaszain és az M0-ás körgyűrűn, de nem várták meg az objektív vizsgálatok eredményeit. A polgármester az autópályadíj visszavonását várja a kormánytól, a helyi Fidesz viszont megkérdőjelezi a felmérés hitelességét. Átlagosan 15%-kal növekedett meg a forgalom a budaörsi átszelő főútvonalon, de vannak szakaszok, ahol 35%-kal többen autóznak, mint két éve. Ez derült ki a Budaörsön elvégzett legutóbbi mérések alapján. Az önkormányzat megbízásából ugyanaz a cég ugyanazokon a pontokon végezte a forgalom számlálást, mint 2013-ban. A forgalom növekedés, Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester szerint, egyértelműen az autópályák bevezető szakaszának a fizetősi tételének köszönhető. A statisztika sem nem engem, sem nem Budaörsöt, hanem a józan észt igazolta, amivel úgy látszik, mi kevésbé voltunk hadilában, mint azok, akik ezt az intézkedést bevezették, hogy mintegy 300 méteres, vagy hogyha a település végéig nézzük, akkor egy másfél kilométeres szakaszt is díjfizetőssé tettek ott, ahol gyakorlatilag egy települést vág ketté az autópálya. Valóban, mi azt mondtuk, hogy ha már a döntéshozók nem készítettek tanulmányokat, bár ma kiszivárgott egy anyag, kiderült, hogy készítettek tanulmányt, igaz, hogy az csak arra irányult, hogy hogy lehet maximalizálni a bevételt, és nem foglalkozott azzal, hogy lehet tehát hogy milyen hatással van ez a településekre, semmiféle hatás tanulmány nem történt. A különböző alternatívák közül egy 9-et választottak ki, amivel valóban több pénz jön be, és amiről lehet mondani, hogy nagyon népszerű a matrica. Ugye erre mondja azt egy kommentelő a Facebookon, hogy ő is nagyon szereti ezt a matricát, és csak azért vette meg, mert nagyon vonzódik hozzá, mint ahogy a piros lámpánál is azért áll meg, mert tetszik neki a színe. Szóval én kicsit cinikus vagyok, mert most már sok a keserűség bennem, én hittem abban, hogy van értelme a tárgyalásnak, és ezt ambicionáltam hosszú időn keresztül. Meg is róttak azért, hogy miért voltam egy tévévitaműsorban olyan barátságos az államtitkárral, akivel előtte egyeztettünk, és aki egyébként a műsorban is igazat adott nekem, majd két nap múlva ellentétes döntés született. Mi azt gondoltuk, hogy mindent úgy illik alátámasztani, hogy annak legyen szakmai lába. És én azt kértem a hivataltól, hogy végeztessenek mérést. Én azt gondoltam először, azokkal lenne érdemes ezt végeztetni, akikkel a közop pályázatban együtt dolgoztunk, ugye ez a főmterv volt, de ők egy nagyon drága, több milliós ajánlatot adtak, és február végi határidőt, de kiderült, ezt az ügyosztályvezető úr vezetői értekezleten, ahol egyébként a fideszes alpolgármester is jelen volt, elmondta, hogy nincs annak értelme, hogy erre várjunk, sokkal jobb árajánlatot kaptunk, 100 000-es nagyságrendű, 200 valahány ezer forint, tehát tényleg én azt gondolom, hogy szinte rezsi díj szintjén vállalták el ezt a munkát, mert korábban is végeztek nekünk, nagyon, nagyon jó tanulmányokat készítettek, és végeztek ők is forgalomszámlálást két évvel ezelőtt. Szóval két-három évre visszamenőleg vannak olyan adataink, amihez lehetett mérni azt az adatsort, amit most felvettek, és hát bizony ez sajnos szignifikánsan támasztja alá azt a feltételezést, meg azt az érzést, amit egyébként láttunk, tehát saját magunk tapasztaltunk, hogy milyen módon nőtt meg a forgalom. A város közlekedési területén már többször készült ilyen forgalomszámlálás,
az elmúlt években. Mi 2013. októberében is készült egy ilyen, amikor az Egyesút átvételéről volt szó, hogy a város átveszi az Egyesút vagy a Százas útnak a budaörsi szakaszát, és akkor készültek mérések, valamint a közoppályázatunkhoz 2014. márciusában is készültek forgalomszámlálási adatok. Ezeket elemeztük akkor is, és ennek megfelelően most az autópályák fizetővé tételével 2015. januárjában szintén készítettünk egy forgalomszámlálást azzal a céggel, aki a 2013-as októberi vizsgálatot is végezte. Ennek oka az volt egyrészt, hogy a mérési metodika is azonos legyen, tehát összehasonlítható legyen a két adat egymással, illetve hát a szakértelme, a szakismerete ennek a cégnek megvolt, hiszen az elmúlt időszakban akár az autópályával kapcsolatban, akár más ilyen típusú mérésekkel kapcsolatban már végzett feladatot a városnak. Most is, mint 2013-ban, 4 ponton, az Átlós utcánál, a Károly Király útnál, a Breczfeld utcánál és az Árok utcánál végeztek méréseket. A most kapott adatokat a 2013. októberi és a Főmterv által 2014. márciusában végzett mérések adataival vetették össze. Nem csak az átmenő forgalmat mérték, tehát nem csak a Százas útnak a Szabadságot, illetve a Budapesti útnak a forgalmát, hanem a lekanyarodó, a körforgalomba behajtó és a különböző ágokban elmenő autókat is rögzítette ez a tanulmány. Ennek az értékelése megtörtént, elkészült a teljes tanulmány. 2 napot mértünk hétköznapon, tehát csütörtöki és pénteki napon. A napokon belül 2 mérési időtartam volt, a délelőtti csúcsforgalom 7 és 11 óra között, illetve a délutáni csúcsforgalom, ami délután 2 és este 6 óra között történtek a mérések. Ezen kívül volt egy pluszmérés szombati napra vonatkozóan is, itt szombaton délután 2 és 6 óra között volt a mérés. Ezeknek az adatoknak az összesítése alapján bizonyíthatóan nőtt a városon átmenő forgalom 2015. januárjától. Az adatokat a budaörsi Fidesz elnöke aggályosnak tartja, a céggel kötött szerződések és a mérési adatok nyilvánosságra hozatalát kérték. Függetlenül a mi szakmai aggályainktól, ami a felméréssel kapcsolatban ezt hangoztattuk, úgy gondolom, ami fontos a budaörsiek számára, hogy hogyan lesz megoldva ez a helyzet most Budaörsön. Át kell gondolni azt, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy enyhítsük a forgalmi dugókat, hogyan tudjuk megakadályozni, hogy itt parkolják le az autóikat az emberek, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy időben be tudjunk érni munkába, és otthon pedig haza tudjunk érni időben. Erre, ha jól tudom, kidolgozott a város egy tervet, tehát erre lesz a tárcsás rendszer, amit májustól akarnak bevezetni. Nagyon fontos az, hogy megnézzük azt például, hogy azok a dugók, amik mondjuk a Sasad miatt, átépítése miatt vannak, ennek milyen hatása van a városra, és ezeket enyhíteni kell. De fontos kérdés emellett az is, hogy a bekötőutakat be kell fejezni, hiszen nagyon sok olyan hely van még, ahová az autók forgalmat el lehetne terelni. Ezeket is meg kell vizsgálni. Ugyanakkor folytatni kell a kiépítését az intermoduláris csomópontnak, amire a kormány tavaly 300 millió forintot utalt a budaörsi önkormányzatnak, hogy készítsék el a hatástanulmányokat. Ez egy fontos lépés lesz abban az irányba, hogy enyhüljön a budaörsi városnak a forgalma. Ez a legfontosabb kérdés. Nagyon rossz lehet a lelkiismerete szegénynek, és én őszintén szólva nem irigylem, azért, hogy ilyeneket mond, hát őszintén szólva azért sem irigylem. Neki nyilván kényelmetlen az, hogy olyan intézkedést hoz a kormányzat, ami a települést ellehetetleníti. Nem tudom, milyen intézkedésekre gondol az elmúlt 8 évben, amikor a Fidesz képviselői voltak többségben a testületben, de azt el tudom mondani, hogy abban ők is egyetértettek velem, és úgy próbáltuk mindig is szervezni a rendszerváltás óta a forgalmat a településen belül, bár először támadták a körforgalmakat, aztán mindenki megértette szakértők és szakemberek írásai, nyilatkozatai és szakértői anyagai alapján, hogy ez a legbiztonságosabb, a legkulturáltabb és a legegyszerűbben kezelhető csomóponti elem, ami ráadásul arra készteti az autósokat, hogy minél előbb az autópályát keressék fel. Tehát magyarul ne a városon belül közlekedjenek. De most, ha hozza a kormányzat egy olyan
olyan intézkedést, hogy oda ne ösztönözve legyenek az emberek, hanem fizetősi tétellel a városra terhelik rá ezt a forgalmat, akkor ha én is a helyi Fidesz elnöke lennék, akkor valószínűleg vakarnám a fejem. Nem biztos, hogy azzal kezdeném, hogy elkezdenék ilyen karaktergyilkossági sorozatba belemenni, hogy a szaktervező cégnek a kilétét kezdem firtatni, meg azt, hogy vajon milyen drága a szerződést köthettünk itt. Ez már csak azért sem elegáns, mert én hétfő este kaptam készhez a friss adatokat, még a nem kész anyagot, hanem azt kértem, hogy amikor a számítások megvannak, kapjunk ebből egy adatot. Este 10 órakor Löffler Dávid, aki képviselője, fideszes képviselője a testületnek, írt nekem egy levelet, hogy megkaphatná-e ő ezt az anyagot. Mondtam, természetesen a műszaki ügyosztály vezető Lőrinc Mihály holnapi napon áll a rendelkezésre, de miután én nem kezdek, kérlek, hogy tőle vedd át, és nyugodtan hivatkozhatsz rám. Ehhez képest olvasom a másnapi sajtóanyagot, amiben követelik azt az anyagot, amit egyébként én már odaígértem nekik, amik egyébként még végleges formában el sem készült. Szóval én azt mondom, hogy a konstruktív együttműködés az azt jelenti, hogy egy, a tényeket tudomásul vesszük, kettő, nem személyeskedünk, vagdalkozunk, és próbálunk besározni köztiszteletben álló és egyébként komoly díjakkal és szakértői háttérrel rendelkező tervezőcégeket, hanem megpróbálunk a tényekből kiindulva próbálni segíteni a településnek. Szóval én itt ezt elkeserítőnek tartom, ami történt, de hát én azt gondolom, hogy ezért nem nekem kell számot adni, vagy erről nem nekem kell számot adni. Abban egyébként mind a ketten egyetértettek, hogy a fennálló problémát kell minél gyorsabban, hatékonyabban és együttműködve megszüntetni a település érdekében. Ezért Wittinkoff Tamás a mérési adatok alapján egy újabb egyeztetést kezdeményezett Sesták Miklóssal. Hogy ennek lesz eredménye, arra egyelőre nehéz válaszolni. Ritter Imre a ma esti vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön a Budaörsi Német Önkormányzatnak volt elnöke, hosszú ideig Budaörsi Önkormányzati Képviselő, jelenleg pedig az Országgyűlés Német Nemzetiségi Szószólója. Ebben a funkciójában ott volt a héten Angela Merkel német kancellár budapesti látogatásán. Pontosan a látogatásnak a melyik részén hol volt jelen? A parlamenti részén voltam jelen. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök úrral a parlamentben találkozott, és a kettőjük megbeszélésén volt egy hattagú hivatalos magyar kormánydelegáció, amiben négy miniszter, Szijjártó Péter, Lázár János, Balogh Zoltán és Varga Mihály volt, a Cukor József, a berlini nagykövet és jó magam, mint német nemzetiségi szószóló. Mi történt ezen a találkozón? Tehát ugye a találkozónak a jó része az zárt ajtók mögött zajlott, ez a rész is. Igen. Hát először is egy félreértést szeretnék eloszlatni, mert nagyon sokat írták előtte újságokban, sőt menet közben, akik nem voltak ott, hogy itt különféle négyszem közti megbeszélések lesznek. Angela Merkel és Orbán Viktor végig egy munkaebéd volt, amelyen a két kormányküldöttséggel közösen vettek részt, és ez alatt folytak kettőjük közötti megbeszélések. Ezen kívül egy 5 perces fényképezés volt, ahol kettőjüknek a hivatalos fotóit csinálták, tehát minden, ami a tárgyalásokon zajlott, az ugyan nem volt sajtónyilvános, de a két kormány delegáció részt vett rajta. Számomra természetesen nagy élmény volt, és nagy megtiszteltetés, hogy ezen részt vehettem, és mint magyar állampolgár is, mint a magyarországi németség szószólója egy jelentős megnyugvást jelentett, hiszen azt kell mondjam, hogy nagyon jó érzésekkel keltem föl az ebéd után a tárgyalóasztaltól, mert az egész tárgyalásnak a légköre, a témái az nem a két oldalt ülők közötti vélemény ütköztetések, hanem azt gondolom, hogy az európai feladatok, problémák részben Magyarország helyzetével kapcsolatos kérdéseknél is a megoldások, lehetséges utaknak az egyeztetése, ezzel kapos részletek. És ami számomra külön érdekes volt, hogy a kancellár asszony részéről azt gondolom nagyon sok téma felvetésével egyfajta informálódás is. Én nagyon jó érzéssel keltem föl az asztaltól, és
tényleg menet közben a tárgyalásoknál, ha az ember nem látta volna a névjegykártyákat, akkor nyugodtan hátradőlhetett volna, mint egy vasárnapi ebédnél. Egészen más hangulata volt, és oldottabb volt, mint ahogy az azt követő sajtótájékoztató. Akkor nem igaz az, amit a sajtó várt, hogy majd Angela Merkel jól kioktatja Orbán Viktort a demokrácia felfogásból, és hogy mit jelent európainak lenni, vagy európai demokratának lenni? Tehát ilyesmi nem történt, ez egy nagyon szívélyes megbeszélés volt. Így van, egyébként a munkaebéden is felmerült ez a kérdés, sok-sok más kérdés mellett, ahol Angela Merkel körülbelül ugyanazt mondta egyébként, mint a sajtótájékoztatón is, hogy számára a keresztény gyökerek, a konzervatív gyökerek, a liberalizmus, a demokrácia, ez valamennyik a gyökerei ott vannak, és ezek között kell egy olyan gleichgewichtot, egy egyensúlyt találni, és balanszírozni mindig, hogy ez jól működjön, és erről majd még lehet beszélni és tárgyalni a továbbiakban. De nem ez volt, azt gondolom, a találkozásuk és a megbeszélésük lényege, hanem azok a valóban fajsúlyos témák, ami Európa jövője szempontjából lényegesek, így az energiaellátás, a gázellátás, az orosz-ukrán helyzet, ennek a lehetséges megoldása, de ezen kívül az adórendszertől, gazdasági kapcsolatokról, nemzetiségi dolgokról, kisebbségi dolgokról, nagyon sok minden felmerült, tényleg nagyon érdekes volt. Igazából egy-egy témánál esetenként egy rövid tájékoztatás és bizonyos indoklással is váltottak tovább. Még egyszer mondom, én nagyon pozitívan álltam föl az asztaltól, nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem, hiszen valóban nagyon sokszor azok, amit az ember egy újságból olvas, az köszönő viszonyban van a valósággal, vagy legalábbis nem csak az a valóság. Számomra ebből a megbeszélésből nem ezek jöttek le. És emellett nagyon örülök annak is, hogy egyrészt a kancellár asszonnyal már a delegáció bemutatása során már a kupola teremben megállt nálam, és visszakérdezett, hogy Magyarországon milyen számban élnek német nemzetiségűek. Mondom neki, hogy 2017-es népszámlálásnál több mint 180 ezeren vallották magukat német nemzetiségűnek, de megítélésünk szerint minimum másfél-kétszeres a tényleges német nemzetiségi lakosság, ami egy kicsit számára is azon meglepetés volt, mert egy kicsit el is időzött ezen. Ténykérdés, és hál' Istennek, hogy a sors mindenféle viharai, Verschleppung, Vertreibung és sok minden más tragédia miatt még mindig magyarországi német nemzetiség, Közép-Európa egyik legnagyobb nemzetiségi, német nemzetiségi csoportja. Másik oldalról azt gondolom, hogy nagyon nagy elismerés az is, hogy a sajtótájékoztatót Orbán Viktor miniszterelnök úr azzal kezdte, hogy kiemelte, hogy Magyarország nem csak fontos partnerének tekinti és megbecsüli Németországot, hanem az emberek a németeket kedvelik, és kiemelte azt, hogy a magyarországi német nemzetiség milyen megbecsülést vívott ki magának, és ennek a jele az is, hogy a szószóló a hivatalos kormánydelegáció tagja volt. De zárult-e valami eredménnyel? Tehát ezeket úgy érzem, hogy ezek a protokoll megszólalások. Ugye több hírportál már találgatott a héten, hogy születtek olyan megállapodások, hogy majd a Siemens beszáll a paksi atomerőmű építésébe, gyárat épít a BMW, fejleszt a Mercedes, aztán volt, amit cáfoltak, volt, amit még nem, szóval sok minden elhangzott. Tud-e olyat mondani, akár gazdasági területen, akár a német nemzetiséget érintően, amire azt mondjuk, hogy na ez az eredménye ennek a találkozónak, vagy ezt is elkönyvelhetjük, mint egy diplomáciai találkozó a sok között? Én azt gondolom, hogy nem kívánok túllépni a szerepemen, és mivel ez nem sajtónyilvános volt, ahogy említettem, természetesen nagyon sok téma volt. Ebből adódóan egy-egy téma részleteibe olyan szinten nem lehetett és nem is mentek bele, amely ahhoz szükséges, hogy itt konkrét cégekre szóló megállapodások legyenek, de ahogy említettem, a gazdasági kérdések nyilván ebbe egy jelentős szerepet foglaltak el, és én csak azt tudom mondani, hogy ha azok a cégek, csak azt veszik, hogy egy Audi vagy egy Mercedes vagy egy Bosch, az például Magyarországon többek között az országos német önkormányzattal közösen alakított alapítványok révén
olyan német és olyan nemzetiségi oktatási intézményeket alapított és tart fenn és üzemel, amellyel hosszú távra kívánja biztosítani a német nyelvű, megfelelően képzett szakembergárdát, akkor azt gondolom, hogy eleve azok a feltevések, hogy itt majd a német cégekkel probléma lesz, meg nem akarnak Magyarországon lenni, azt hiszem ez jó jelző, ez mennyire nincs köze a valósághoz. Azt tudjuk, azt tudja, hogy miért jött ő Magyarországra. Az újságíró iskolában már az első órákon azt tanítják, hogy egy-egy ilyen tárgyalásról szóló tudósításba bele kell írni azt, hogy kinek a meghívására miért érkezett a delegáció tagjaként és ki. Egyetlen egy híradásban sem szerepelt, mert hogy szerintem igazából nem is tudjuk, hogy most Orbán Viktor hívta meg, Angela Merkel jelentkezett be. Miért jött? Lázár János hívta meg Orbán Viktor miniszterelnök úr nevében. Ez még tavaly ősszel történt. Egyébként tavaly ősszel ugye indult azzal, hogy augusztusban én is kim voltam Kövér László parlamenti elnök úrral a Tag der Heimat rendezvény, amiről már beszéltünk, de tavaly ősszel kim volt Németországban Szijjártó Péter és Lázár János is, Rogán Antal is, és gyakorlatilag novemberben született arról döntés, hogy 2014 novembertől 2015 novemberig a magyar-német barátság éve lesz, és ebbe is beleillesztve volt a kancellárasszonynak a látogatása. Konkrétan egyébként a német nemzetiségre vonatkozóan is nyilván itt azon kívül, hogy felhívjuk a figyelmét arra a magyarországi német nemzetiségre, a velünk való kiemelt figyelemre részleteiben ennél többet nem lehet tenni, de nem is ez a célja. Tehát csak azt mondom, hogy Hartmut Kosik, a német belügyminisztérium határon túli német nemzetiségekért felelős államtitkárával az elmúlt 2,5 hónapban körülbelül 5-ször találkoztunk Magyarországon, Németországban, vagy éppen Olaszországban közös konferencián. Ő találkozott Balogh Zoltán miniszterúrral, Soltész Miklóssal, egy sor olyan programot, dolgot készítettünk elő a Német-Magyar Kormányközi Vegyes Bizottságtól, közös konferenciákon át a német színház átvételét, felújítását, olyan háromoldalú nemzetiségi találkozókat Romániában, Ukrajnában, amelyek előremutatóak az egész európai békeügyében is. Ha ezek Angela Merkeltől támogatást és figyelmet kapnak, akkor ez a figyelem egészen pontos, konkrét eredményekben nyilvánul meg. Említette a Német-Magyar Kormányközi Vegyes Bizottságot, ez hol áll? Tehát ez megvalósul előbb-utóbb? Igen, ennek most két változata van. Az egyik az, hogy valóban a Kormányközi Vegyes Bizottság, mint olyan kerül felállításra, vagy van egy kulturális albizottság, amely olyan szintre lenne emelve, hogy ennek tagjai nem minisztériumi osztályvezetők, főosztályvezetők, vagyis köztisztviselők, hanem ezekben államtitkárok és miniszteri részvétellel lenne ez kormányszintre emelve, és innen kezdve ez ugyanúgy funkcionálhatna. Ez természetesen nekünk rendkívül fontos lenne, hiszen ennek egy olyan következménye is van, hogy a Vegyes Bizottság által hozott megbeszélések emlékeztetői alapján annak a költségvetési és egyéb vonzatait automatikusan a költségvetésbe beemelik. Várjuk a fejleményeket, köszönjük szépen a tájékoztatást! Köszönöm szépen! A mennyasszony, a férj és a pap is óvodás volt. A népviseletbe öltözött kisgyermekek a kincskereső óvoda hagyományőrző játékán ünnepelték a menyegzőt. Az intézmény a Szélrózsa Néptánc Együttes segítségével már 7. alkalommal rendezte meg a lakodalmast. Gyerekek, játszunk lakodalmast! Játszunk! Jól van! De nincs se vőlegényünk, se mennyasszonyunk! Nincs! Én jó lesz a vőlegénynek! Hát én vőlegényünk! És én? Jó! Hát mi kellene neked? Hát mi kellene egy pap is! Pap? Na, hát akkor válaszunk előbb egy őlegényt. Ki akar megnősülni? Na gyere csak ide! Ül, de csinos vőlegényünk az ide nézetek! Apám vőlegényünk alatt. Pedig én sokkal csinosabb. Ez az? Hát... Az igaz.
Na nézzük, egy vőlegény van, mi kell nézni? Mennyasszony! Hol van egy mennyasszony? Ki akar férhez menni? Ej, te csinos mennyasszony, ez óra, ezzel még várjunk. De még ki kellene? Ki van még? Apa! Apa, na gyere ide! Hol vagy most? Ki lesz? Halljam! Antantérus, szórakaténus, tiki-tekeré. Hű, ez latinul beszél, várjatok! Halljatok! Jó lesz! Amen! Csukoljátok meg egymást, jó lesz egy papka! Jó lesz! Miután előkerült a mennyasszony, a vőlegény, a pap, a vőfény és persze a násznép, már is kezdetét vette a lakodalmas, melyet most a kincskereső óvoda gyermekei varázsoltak elénk a vígkedélyű és segítőkész óvónénik és dadusok segítségével. Mi néphagyományőrző programmal dolgozunk, és szerves része ez a lakodalmas mulatság, 7. éve csináljuk. Szépen évről évre építjük föl, és pici változtatással ugyanazt igazából, mert a gyerek, aki itt van 3 vagy 4 évig, mindannyiszor látja ezt a műsort és résztvevője, és ez szépen remélhetőleg elültetődik benne mélyen. És akkor mindig ilyen kicsi eszközkészítéssel, valamivel finomítjuk, ásd, a lányokon már ilyen párta van, meg ezeket mind mi készítettük, és hát egyéb kellékeket pedig a Szél Rózsa Néptánc Együttesből hozunk. Miért lehet ez a szép mennyasszony, ha válaszolsz 3 kérdésre? Azért az a biztos, hogyha először elejtjük a mennyasszony, mert hát ha nem tud válaszolni azokra a kérdésekre, jó? Itt nézd, csak oda bezárjuk a házába. Készül szépen életben. Na, halljuk. Egy asszonynak nagy kalapja, ezen is laknak alatta. Mi az? Na mi az? Már. Jól válaszolt, igaz? Ez nagyon nehéz kérdés. Káposzta. Igen! Vagy a második kérdés. Ez már harmadik lesz. Óra van, de nem szabol. Nyelve van, de nem beszél. Mi az? Cipő. Persze a néphagyománynak megfelelően a jó válaszsal még nem lett a vőlegényi a mennyasszony. Fel is kellett őt ismernie, lefátyolozott arccal, ami igencsak sok csapdát rejtett. Szerencsére sikerrel járt, így folytatódhatott a lakodalmi előkészület, majd jöhetett az esket és a pap előtt. Szereted Lili? Szeretem. Adsz neki sóra pénzt? Adok. Hát komplikára? Arra is. Nem vered meg ő? Ha jó lesz, akkor nem. Hogy mikor? Hogyha jó lesz, akkor nem. Lili, szereted Ákos? Szeretem, hát. Főzöl neki jó ebédet? Főzök, hát. Teszel a levesébe egy kadásó? Még hattal is. Mindeket éljetek boldogan, csókoljátok meg egymást. Hát ez egy elég régi hagyomány, legalább 18 éves. Ez az óvoda felvállalta a hagyományőrzést, értéknek tartotta és megkerestek, és onnantól kezdve itt segítek az iskolai ünnepek, vagy az óvodai ünnepek lebonyolításával. Táncházakat csinálunk, csoportok működnek, még a Jókai Mórba be nem férő csoportjainkból is befogadtak. Itt van érdaénekes foglalkozás, meg hangszeroktatás is. A gyerekek
milyen tájegységekhez köthető koreográfiákat vagy gyerekjátékokat ismerhettek meg? Tehát hogy lett ez összeállítva? Igen, hát talán a itteni magyarországi gyerekeknek, meg nekünk, ami a legközelebb esik, az a Mezőföld. Ez itt mondjuk, hogy gyakorlatilag Biatorbáj és Székesfehérvár közötti rész. A Balaton lenne ennek az igazán a központja, de ez áll hozzánk talán a legközelebb. Kicsit a Palotvidékre is kirándultunk, és aztán Somogy, és Sopron és környéke, Győr, Moson, Sopron megyébe. Innen például pünkösdőlő anyagot hoztunk, Palotföldről lakodalmas, Mezőföldről pedig mindenféle kanásztáncokat, ugrós eszközös táncokat. Az alapötlet a főnök asszonyé volt, a Szilágyi Anikóé, de igazából Tamás bácsival állítottuk össze mi ketten a végleges formáját, ami az alapváza. Hát ez bárhol megtalálható, mert gyereklakodalmas, tücsöklakodalom, minden vidéken van. Úgyhogy mi elemeket beemeltünk. Hát ez igazából a gyereknek olyan tanulás, amit most nem érti, de itt tanulja meg a felnőtt életre való felkészülésben. Tehát később fogja fölismerni, hogy miről énekeltünk. A szomelié magyarul borszakértőt jelent, de mint mindjárt megtudjuk, egyéb italok kiválasztásával, ételekhez párosításával és felszolgálásával is foglalkozik. Béthúd László mai vendége Mácsai Ilcsi szomelié, mindjárt, de előtte még programajánlatok. Farsangi maszkok készítésével várja a gyerekeket a Régészeti Múzeum szombati játszóháza 10-től 13 óráig. Hétvégi ringató foglalkozással kedveskedik a családoknak a lakótelepi közösségi ház, hogy kivételesen az apukák is el tudjanak jönni szombaton 10 órától. Majd ezután bűvész előadás várja a 4 évesnél idősebb gyermekeket szintén a közházban 11 órától. Az Életvidám novícia történetét elmesélő muzsika hangja előadásra is jegyet válthatnak a Latinovics Színházba szombaton 11 vagy 15 órai kezdettel. A Promuzika kórus, a Katapult kamarakórus és az Aranytorkok formáció is fellép a 9. Katapult zenei esten, melyet szombaton este rendeznek a Városházán. Aztán a színházban a Legyetek jók, ha tudtok ifjúsági darabra is beülhetnek vasárnap 11 órai kezdettel. És jól indul a hét, ha elviszik a gyerekeket a Jégkirálynő című előadásra, amely hétfőn 10 és 14.30-kor kezdődik a Latinovics Színházban. Új a telefonszámunk, ezért sokszor elmondjuk. A 611 522-es számon érnek el bennünket, vagy írhatnak a már megszokott e-mail címünkre is, ami a szerkesztőség@bvtv.hu. Ha a héten lemaradtak valamelyik főműsoridős, tehát este 6 órakor kezdődő adásunkról, akkor a bvtv.hu oldalon, az archívumban megtalálják, vagy megnézhetik az ismétlésben, amikor nem csak a főműsoridős, hanem az összes műsorunkat megismételjük. Szombaton és vasárnap is reggel 8-kor és délután 5 órakor kezdődik az ismétlés. Mindig a hétfői adást láthatják először, aztán a keddit, a szerdait, a csütörtökit és a péntekit. Egy igazi budaörsi tévés maratont rendezhetnek, ha gondolják. Friss hírekkel, Városi Magazinnal legközelebb hétfőn jelentkezünk este 6 órakor. Vigyázzanak magukra, kellemes hétvégét, viszontlátásra!